Félnek a migránsoktól a vajdaságiak, azt mondják, hogy folyamatosan balhéznak, lopnak és betörnek a házakba. Legutóbb egy virágárus támadtak meg illegális bevándorlók. Az eladónak sikerült elmenekülnie, így nem sérült meg. Közben egyre többen próbálnak átjutni Magyarországra. A rendőrök tegnap Ásotthalomnál találtak egy újabb alagutat. Most arra betemették. Pakondi György volt a vendégünk tegnap este. Kezdjük ezzel a legutóbbi támadással. Ez a vajdasági oroszlámoson történt, és a videó látszik is az, ahogy egy férfi minden előzmény nélkül leveri a virágokat az asztalról, és közben fenyegetőzik. A bántalmazott nő a virágárus a híradónak úgy fogalmazott, hogy folyamatosan ordibáltak ezek a migránsok, közülük többen is félmeztelenre vetkőztek, és ami talán a legérdekesebb, és erre választ azóta sem kaptunk, megérkeztek a rendőrök, de nem intézkedtek. Egyrészt mit gondol, miért, másrészt milyen tényezők válthatják ki a migránsok ilyesfajta viselkedését? Az, hogy a rendőri erők intézkednek-e vagy sem, ezt innen azért elég nehéz megítélni, mert ugye akkor számos példát tudunk arra, amikor a szerb rendőrség összeszedi ezeket a magyar határtérségbe illegálisan tartózkodó migránsokat, elszállítják befogadó központokba, azonban mivel a befogadó központok természetesen az EU előírásai szerint nyíltak, ezért aztán egy-két órán belül újra útnak indulnak a magyar határtérségében. Egyébként a balkáni útvonal aktív, és nagyon érdekes, hogy egyes csomópontjainál alakultak ki nagyobb torlódások, migráns létszámot tekintve. Megvan ez Boszniában, a horvát határtérségében, vagy szlovén határnál, az osztrák határon, de ugyanígy a román határszakaszon is, és természetesen az egyik ilyen gócpont a magyar-szerb határ. Részben folyamatosan érkeznek a térségbe azok, akik hát Görögországból indultak útba és mostanra érnek ide. Részben van egy bizonyos visszaáramlás Boszniából, és a Boszniából visszaérkezők azok a magyar határt célozzák meg, illetőleg vannak az itt lévők között olyanok is, akik egyszer már kísértettek Románia felé, és vagy a szerb-román határon fogták el őket, vagy a magyar-román határon adtuk vissza a román félnek, vagy fogta el előtte a román hatóság, és mivel az kudarcosnak ítéltek, ezek visszajönnek a szerb szakaszra, a magyar-szerb szakaszra, és hát itt nagyon komoly embercsempész támogatással, nagyon sokfajta módszert felhasználva, igen aktív embercsempész tevékenységet tapasztalva. Egyébként 320 embercsempészt fogtunk el az idén, tavaly egész évben 150-et, tehát ebből is látható, hogy több mint megduplázódott a létszámuk, és hát az a több mint 28 ezer határsértő, amelyiket elfogtunk a idei esztendőben is jelzi, hogy a magyar határ, akár a magyar-szerb, akár a magyar-román, esetenként a magyar-horvát határ, az embercsempészek által egy ígéretesnek talált útirány, túl azon, hogy ez nem sikerül az átjutás, azért újra és újra kísérleteznek, ha már idáig eljutottak. A vajdaságról még annyit, hogy azok a körülmények, amelyeket ön is említett, és bejátszásban hallhattunk, ezek azt jelzik, hogy a lakosság fél, és ennek jó oka van, hiszen a közbiztonságra súlyos negatív következménnyel van az ott tartózkodó munkanélkül, illegálisan, okmányok nélküli személyek jelenléte, akiknek az ellátása, elhelyezése nem biztosított, ezért aztán nagyon gyakran bűncselekmények elkövetésével próbálnak szerezni élelmiszert, lakhatást, melegruhát, vagy éppen egy átmeneti melegedési lehetőséget. Ez nagyon negatív dolog, és az, hogy a magyar határt folyamatosan ostrom alatt tartják, talán lehet ezt mondani, hiszen erőszakos áttörési késletek is elég gyakoriak, illetőleg az, hogy különféle módszerekkel, itt a képen látható az alagút, ugye ezt se úgy kell elképzelni, hogy van 5-6 ilyen migráns ember, aki oda megy, aztán kapargatott tanás egy ilyen alagutat, nyilvánvalóan egy előkészített megfő műszaki eszközökkel végrehajtott átásásról van szó. Ez az alagút azt jelzi, hogy az akadály, a kerítés, amelyik intelligens kerítés jelzést ad le az érkezőkről, igen komoly akadályt jelent, és ezért próbálják elkerülni, vagy járműveken elrejtőzve, vagy újabban alásás alagút építés módszerével is.
Valóban, tehát a legutóbb Ásotthalomnál törtek utat maguknak a migránsok, de az elmúlt időszakban ugye ez megfigyelhető volt ugyancsak itt, de Bács-Kiskun megyében is ott egy nap alatt hármat is találtak. És többször elmondta tábornok úr valóban korábban az, hogy a cél tehát akkor, hogy mindenki értse, azért ássák ezeket az alagutakat, hogy tulajdonképpen ne jelenzen be a kerítés, hogyha lehet ez így fogalmazni. Pontosan. A cél ugyanakkor a hatóság reakció idejének a tesztelése is, itt azért az is többször elhangzott már, és érdemes feleleveníteni minden egyes esetnél, hogy az amerikai, mexikai, a görög-török, illetve a török-bolgár határnál is ugye ugyanezek a módszerek. Hát a görög-török határon ott hát a görög hatóságok valóságos erődrendszert építettek most már határa. Vasbeton erődítés, erődítményekkel és igen más típusú határőrizeti, vagy inkább talán nevezük határvédelmi eszközöknek, amik ott kialakításra kerültek. Ez az a határőrizet sokkal jobban emlékeztet az izraeli határőrizeti rendszerekre, de mondjuk a bulgár-török határon, vagy éppen a szlovén-osztrák határon kialakított műszaki határzár, az valóban egy hasonló terelő hatású, vagy ha a terelés nem lehetséges, mint a mi esetünkben, akkor pedig különféle, hát hosszú-hosszú évtizedek óta a magyar határon nem tapasztalt módszerek újraéledését jelzi, ugyanezek tapasztalatok más kerítéses határozattal kapcsolatosan is. Egyébként különben ilyen módszerek, változatos módszerek vannak az alagútat védő kerítésnél is, ahol Franciaországból Angliába történő átjutással kísérleteznek nagyon sokan. Ezért az osztrák határon is van kerítés, a szlovén-horvát határon is van kerítés, és ezeknek a hatására az embercsempészek különféle módszerekkel, kerülőutakkal, vagy éppen műszaki megoldásokkal kísérleteznek, mint amit a képen is látunk. Tábornok úr, hol tartanak a mélységi határzár munkálatai? 10 nappal ezelőtt a belügyminisztérium arról tájékoztatta az M1-et, hogy már egy 10 kilométeres szakasz elkészült. Összesen hány kilométerről van szó? Ezt nem publikus adat ez, nem szeretnénk sem tanácsot adni, sem ötleteket adni az embercsempészeknek, hogy hol érdemes kísérletezni. Nyilván, hogy a kiépítés az alapvetően a legaktívabb, vagy a mi információink szerint a leginkább fenyegetett szakaszokon készült el, és a folytatása is hasonló lesz. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a műszaki akadályt meg mélységbe kerítés alatt meghosszabbítjuk. Épp ezért az alásás vagy az alagútépítés a műszaki akadályozása is bekövetkezik.